Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Nem véletlenül beszéltünk az előző órában többek közt dezodorról is. Az a helyzet, hogy kell találni mindig ugye kötést, amolyan fogást, amitől aktuálissá válik egy kérdés, és hogyha az első órát annak szenteltük, hogy hőség és kánikula, a második órában ugye bőrkezelésről, napégésről volt szó, és ott szóba került a dezodor, akkor most könnyű dolgom van, mert például, képzeld el, Endre, vannak olyan szakmák, többek közt a dezodorral kapcsolatban is. Rendben. Szóval vannak olyan szakmák, amelyek nem annyira kellemetesek. És jól tudjuk, a dezodor azért van, hogy kellemetesebben érezzük magunkat. Vacak szakmákról szám szerint szerintem a legrosszabb 10-15-20 legrosszabb szakmáról fogunk beszélgetni a mai műsor utolsó órájában. És ott jön főszereplőként a képbe a dezodor, hogy ha hiszed, ha nem, Endre, van olyan szakma, hogy dezodor tesztelő, hivatásos dezodor tesztelő, akinek kb. Az a dolga, amit te most csináltál, vagy tettél meg, csak nem magán teszi meg, hanem másokon. Ergo, megérkezik az alany, bekenik dezodorral, és a hivatásos dezodor tesztelőnek az a feladata, hogy bizonyos időközönként oda-oda szaglásszon, hogy ha te még a dezodor, hogy ténylegesen, nem tudom, eltünteti-e a kellemetlen szagokat, hogy mennyi ideig van méltó hatása, tehát ráírhatják-e majd a címkére, hogy akár 24 órán keresztül, stb. Egy a lényeg, szaglász a mások hónalját. Én azt sejtem, hogy ilyenkor azt történik, mint minden szakma esetében, hogy minél inkább cikibb egy szakma, vagy hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak magyarul vagy székelyebbül, minél inkább gáz ezt a munkát végezni, annál inkább a körülményeket, meg a körítését megadják a módját neki. Én biztos vagyok benne, hogy ez az úriember, úrhölgy, fordítva úrhölgy vagy úriember, aki ezt a munkát végzi, hogy időnként beszagol. Ugye ez a szakterm, mit végzel? Beszagolok. Hát, és te mit csinálsz a munkaidőben? Beszagolok. Nem mindegy az sem, hogy hova, de nem menjünk el ilyen irányokba egyelőre. Maradjunk az egyenítő fölött, ami a beszagolást illeti. Szóval, amikor ilyen munkát kell végezni, akkor megvan a körítés. Gondolom, hogy ezek a nagyon hivatásos beszagló emberek, ők ilyen fehér köpenyben vannak, védőszemüveggel, egy ilyen jó keményített mappa a kezükben, írószerrel, nagyon komolyan figyelnek. Szigorú és, tekintet, igen, felugró szemöldök, ilyen féloldalasan felugró szemöldök. Jön hozzá az ilyen a szakmai hozzáértés jelentő hang utánzás is működik, azaz ilyen hangeffektusokat kell adni, minek után. Ez ilyen, mint a borkostanás, hogy beszagolsz, és akkor és ezt nagyon komolyan kell mondani, vagy amikor nem majd annyira úgy van, és a szemüldök, látod, már csináltad, nem vetted észre, hogy azt a nagyon szakmai ezt nagyon szakmai szemüldök ráncolás is kell kövesse azért, hogy mindenki elhiggye, hogy tényleg komoly munka történik, és a másik nagyon fontos, ezt megfigyeltem ilyen nagyon komoly és nagyon, hát azt mondja, elég nehéz szakmáknál, a hatásszünet nagyon fontos. Tehát például, amikor beszagolsz valakinek ebben a szakmában, most tarts velem, tehát még egy, most mondja abba, hogy a beszagolást. Kibírom, tarts velem, még, tartsatok velem, ti is olyanként hallgatok. Mikor beszagolsz valakinek, mert ez a szakmád, akkor ugye utána kell tartsa egy ennyi, várj, most mutatom. Ennyi szünet, és utána, és akkor keresed a táblázatban, hogy hova is írjuk azt a mit. Azt közben, az X-et hová tedd, igen. Sokat mondolok, visszatekintesz még apa. Beírlak én most téged rendesen ide. Szóval ezt így kell csinálni, hogy érezzék, hogy súlya van a munkának. De bravo, Endre, bravo, meg kell dicsérjelek. Most szeretném tisztázni és kijelenteni, ha hall minket valahol valaki dezodorgyártó cégnél dolgozó. Endre egy tökéletes beszagoló lenne, hogyha köszönöm szépen a minősítést. Tehát, hogy ennyire profi szinten űzni a ipart. Tény, hogy nem ismerek egyetlen másik dezodor beszagolót se, vagy tesztelőt, hivatásos tesztelőt, de méltán állítom, hogy te simán betölthetnéd ezt a feladatkört. Jó kérdés, hogy megérné-e. Mert, hogyha vacak szakmákról, vagy rossz szakmákról beszélhetünk, akkor azt hiszem, hogy két külön kategória van, amit mindenképp érdemes említeni. Egyrészt vannak azok a vacak szakmák, lásd a hivatásos beszagoló, aki egy kicsit hát olyan ciki, meg gáz munkát kell végezzen, de valószínűleg baromi jól meg van fizetve, illetve ha mindenkori nagyon rossz szakmák, akkor ugye az alulfizetettség az, ami még szóba jöhet, ez lenne a másik nagy halmaz. Mert vannak olyan munkák, amelyek, nem tudom, lásd, most mondok random egy házszámot, tehát például egy utcaseprő, akinek a munkája feltétlenül szükséges, akinek a munkáját ugyan nem feltétlenül látjuk ugye napközben, de az eredményét igenis tapasztaljuk meg, pedig, hogy tisztaság van körülöttünk, de sejtésem szerint nincs olyan rettenetesen nagyon megfizetve, hogy mondjuk Lamborghinivel tudjon furikázni az erdélyi egyébként immelámmal jó vagy vacak közutakon. Igen, vagy van az, amikor olyan munkát végzel, ami nincs is beírva a te munka körleírásodba, és meg sem fizetnek rendesen. Ez esetben például
oldal egy nagyon zsúfolt vasúti járaton a jegyellenőr már ezt a beszagolós munkát végzi. Napi anyórám, azzal a különbsége, hogy őt ezért nem fizeti meg külön senki. Ej, ha tudnák, ugye nyugatabbra, hogy itt a Balkánon mennyi szakavatott beszagolóval hivatásos dezodor tesztelő. Jó, hogyha szólunk, jó, hogyha szólunk. Na, de egyébként igazad van tény, hogy olyan, az a harmadik kategória is van, ami vacak is, meg ráadásul meg sincs fizetve tisztességgel. Ha már ezeknél tartunk, akkor nekem például ezek közül az egyik, illetve a tipikus egyik legrosszabb, az a mindenkori toj-toj vécék tisztítója. Most keresem azt a szakcikket, amely erre vonatkozik, és meg is találtam, és egyébként egy ilyen nemzetközi rangsorolás szerint ez benne is van a top 10 legvacakabb munka szempontjából a kis körbe, a kis tröztbe, mert hogy alul is vannak fizetve, és hát ne mondjam ugye, hogy egy toj-toj vécét kitisztítani valószínűleg nem egy leányálom, bár ezzel is az van, amit az imént mondtam, hogy mi csak pozitív eredményét tapasztalhatjuk, tehát valakinek ezt a munkát is el kell végeznie. Igen, és itt is vannak szintek és szintek ennél a munkánál is, nem mindegy, hogy a sarki kutatóállomás kis kék kabinját kell megpucolnod, hanem vagy például egy fesztivál utáni állapottal találkozol, nem akarok belemenni a szakma részleteibe, mert még ebédidő előtt vagyunk, ugye, és ilyenkor tekintettel vagyunk a hallgatóinkra. Egyértelmű, hogy ez azért azon munkák közé tartozik, amik jó eséllyel ilyen, hát nem túl képzett munkaerő végső megoldásai pénzkeresésre című állapot, már a mostani vegyszereket ismerve neki lehet feszülni rendes munkavédelmi eszközökben. Egyébként igen. Azon gondolkodom még, hogy valamiért, ha már említettem ezt a nemzetközi összesítést, valamiért a favágó szakmát is ide sorolják, sőt, ott szorosan a toj-toj vécék tisztítója mellett helyezkedik el a top 10-es listánkba. Én nem értem, hogy miért, mert egyrészt legjobb tudomásom szerint az utóbbi időben azért a favágás már nem feltétlenül humán erőforrással oldják csak és kizárólag meg. Semmiképp nem az a régi módi, ugye, hogy fogja a bácsi, fogja a férfi, fogja a legény a baltát a kezébe, és addig vágja a fának a törzsét, amíg az kidől. Most már azért ebben gépek segítenek, ha más nem kézigépek, ugye? Igen, de a körülmények viszont nem változtak semmit. Tehát pont úgy baleset veszélyes tud lenni, teszem azt, egy erdei dűlő, egy nagyon nehéz munkagépet kezelve sáros, esős, havas, latyakos időben. Ott azért egy kicsit a szerencse isteni homlokon kell puszíjon mindenkit háromszor, hogy nagyon oda kell figyelni emberi szempontból is, hogy semmiféle hiba ne történjen. Egy balesetveszélyes történet tud lenni. És a másik viszont az, hogy az tényleg terepmunka. Tehát van, főleg amikor ilyen nagyon balesetes terepen kell dolgozni, van, ahova a gép nem fér oda. Ott meg előkerül a kétkezi eszköz, akár hogy mennyire van túlfizetve, és hogy mennyire figyelünk oda, főleg nálunk az ilyen favágós erdőlési munkáratokban, hogy azt mondják székelyül, hogy tényleg minden munkavédelmi szabály be legyen tartva. Na itt kezdődnek a problémák talán igazából, amiről beszélni kell. Egyébként igen, igen, meg hát ha belegondolok, hogy az idézőjeles vicces videós összesítés, amik YouTube-on vagy TikTokon éppen pont össze-vissza szaladgálnak, vagy lefutják a maguk köreit. Nagyon sok esetben pont arról szólnak, hogy úgy vágja ki a másik a fát, hogy félig lerombolja a saját otthonát, vagy nehogy Isten, ugye komolyabb balesetet is okoz. Tény, hogy azért ehhez nagyon kell szakértelem, szerintem. Ha már a vacak munkáknál vagyunk, számomra ez is meglepő pont úgy, mint a favágó. Hadd idézem szó szerint a megfogalmazás, mert imádnivaló. A tetemek húsfeldolgozó üzemben történő levágásával foglalkozó szakember. Kezét csokolom, ez a mészáros. Igen, akinek első kézben ő ugye kerül egyáltalán a tápláléklánc elején van, ha lehetne így fogalmazni. Szóval szerint táplálékról beszélünk ez esetben, de mégis a munka legjavát, vagy fogalmazzunk érthetően a legmocskosabb részét el kell igazából végezni. Nem az valami, hogy én otthon az én húsfeldolgozó munkám az, hogy kiveszem a már gyártósoron átment csirkét, hú, van még egy szőrszálka rajta, le kell tépnem gyorsan, és ennyi. Hát azért ennél komolyabb is, hogy mondjam. Az tollú, csak szó. Vagy tullú, igen. Vagy tüszű. Szóval bármi is legyen ennél azért az első körben, főleg a feldolgozó iparban, nagy mennyiségben, futószalagon érkező, feldolgozandó dolgoknál azért ott gyomor is kell, és ügyes kéz is kell. Megint meg kell kérdezem, hogy ezt most már nem gépek végzik. Van, ahol igen, van, ahol nem. Jaj, na jó. Jó, hát akkor ezt is engedjük el. Íme még egy szakma, amit nem feltétlenül biztos, hogy az ember járja hosszú távon egy futószalag mellett. A kedvencedet te szeretnéd mondani? Igen. Igen, a világ egyik legszebb szakmája következik. Ez nem más, mint, és mondom a nevét, mert ennél egyszerűbb nincs, a takarmánykóstoló. Nem arra kell gondolni, hogy székelyföldi körülmények között valaki lucerdabálát kell kóstolgasson, nem, egyáltalán nem. Ez nem is búzát vagy learatott árpát gabonát kell ropogtatni, nem. Ennek a szakembernek az a feladata, hogy az állati takarmány
alkotmány aromájának és ízének tanulmányozását elvégezze, valamint annak a döntését, azzal kapcsolatban döntést hozzon, hogy szükséges-e változtatni a recepten. Magyarul megmagyarázom. Mikor mész te valamelyik Lidl Kaufland Auchanban, és azt írja, hogy hal és zöld borsós kutyatáp, aha. Van egy ember, és úgy néz ki, hogy tényleg így van. Van egy ember, akinek feltállalnak egy adagot ebből, lehet, hogy ilyen vakteszt is van tulajdonképpen. Akinek feltállalnak egy adagot, és azt majd utólag elmondja, hogy tehát a ropogtatása kellemesen éreztem, hogy edződik az ínyem, mint a kutyusnak, miközben ezt végeztem, de úgy érzem, egy kicsit túltoltuk a zöld borsot a hallal szemben, tehát itt még szeretnék egy kicsit az íz koncentráción javítani, és akkor visszamész másik hétfőn, és újra kell kóstolnod, hogy valóban most már egyenlő félként dolgozik a halaroma és a zöld borsó. Ó, igen, ó, igen, egészítsem ki egy kicsit a gondolatodat, tehát nem elég csak, hogy milyen jó, hogy kitértél erre, hogy az innyet a szájban, az int egész pontosan a szájban, az kellő módon edzi-e, de lévén ugye, hogy a házi kedvencek, mert valljuk be derekosan első körben a házi kedvenceknek a kajájáról van szólást, kutya és macska eledel szépen magyarul megmondva, de hogy mondjuk el, hogy ugye első körben az állatok ezeket szaglás alapján úgymond kóstolják, gusztálják meg, csak utána jön az ízvilág, és csak utána jön az állag, úgyhogy mindenek előtt emel takarmány kóstoló szakembernek tényleg az a feladat, a vicceskedsz, de tényleg az, hogy megszaglásza a kutya kaját, meg a macska kaját, hogy ez illatában, aromájában hozza-e azt a nívót, ami miatt egyáltalán majd a kis kedvenc oda-haza megközelíti az etető tálat. Igen. Aztán másik a fontos, amire kell figyelni, hogy például ilyen csontmaradványok vagy porcok ne kerüljenek ugye bele, itt jön képbe az a bizonyos ropogtatás újra, amit te szóba hoztál. Igen, ha már itt tartunk, látod, már is két nem túl kényelmes, vagy nem túl kellemes munkahelyet össze is lehet hasonlítani. Ki árt jobban, aki kutya takarmányt szagol, vagy aki dezodoros hónalja? Itt szerintem a nagy meccs zajlik még, egyelőre holt versenyben vannak. Szerintem úgyhogy... az egyébként a szakmai élet hát nem csúcsa, hanem legalja, amikor dupla műszakban dolgozol, és mondjuk első munkahelyed az egyik a dezodor szakértő, és másodállásként elmész kutyatáp kóstolni. Igen, és gondolj bele, összezavarod a munkákat, hétfő van minden, megszagorod a másikat. Itt a zöldborsóval egy kicsit túltoltátok, hogy mi van, hát ez csak egy dezodor. Ó, igen. Vannak szintek és szintek. Óvatosan, hogy milyen második munkahelyet vállaltok, nehogy összekavarjátok az elsővel, egyértelmű. Ó, igen. Aztán vannak olyan szakmák is egyébként, amelyek nem csak egy kicsit ilyen hátborzongatóak, vagy mindenképp maradjunk a kedves megbotránkoztatóak megfogalmazásnál, hanem valahol az én olvasatomban veszélyesek is. Van például ilyen munka, ha hiszitek, hanem, hogy malária ellenőrzési szakember. Neki tulajdonképpen csak annyi dolga és feladata van, hogy hagyja, hogy összecsípkedjék azok a bizonyos szúnyogok, amelyek ugye maláriát okozhatnak. Anopheles darlingi névre hallgat az a bizonyos szúnyog faj, amelyről éppen pont beszélünk, de itt jó erdélyi leányként te, aki úgy nő fel, hogy a cseszlék esze-vissza ették egész életében. De cseszle vagy szúnyog? Szúnyog, de persze, de hát nálunk úgy mondják, hogy cseszle. De aki tényleg itt él köztünk, hát jól tudja, vagy nehogy Isten, még a Deltában is megjárta magát egyszer-kétszer, jól tudja, hogy a szúnyog csípés a világ egyik, legalábbis szerintem, a világ egyik legvacakabb dolga. Most azért pénzt elvenni, vagy egyáltalán bevállalni egy olyan munkát, hogy te ott üljél, ráadásul egy viszonylag veszélyesnek mondható szúnyogot téged csípkedjen össze-vissza, és okos szemüveges, védőruhás, úri emberek, doktornők, doktorurak ezt közbe tesztelgessék, meg nézzék rajtad, hát én ezt nem vállalom. Nem tudom, hogy mi a helyzet itt a túlórával ennél a szakmánál. Ilyen kérdéseid van. Nem, de azért nem mindegy, hogy visszaküldenek, hogy még egy kerítést cölöpöt verjél le, és egy drótot csavar rá, vagy visszaküldenek. Hát van néhány millió csípés rajtad, de egyik sem az igaz, így nem tudunk mintát venni. Visszamennél-e, Jóska, még egy kicsit, mert egy kicsit meg kéne csípesd magad még jobban. Na, úgyhogy ide azért idegállapot is kell szerintem, és nagyon-nagyon fontos a szakmai odaadás, hogy szeresd, amit csinálsz. Ja, az Istenem, Isten, ez a tipikus, a hobbim a munkám. Azt hiszem, hogy nem ebben a kategóriában fogjuk ezt megtalálni, kivéve, hogyha nincsenek minden nemű furcsa fétiseink, mert például van olyan szakma is, ez a veszélyes hulladék búvárok, akiknek kifejezetten az a dolg, hogy értelemszerűen komoly védőruhába, de hogy szennyezett vizekben úszkálnak és mérik fel ott a minden nemű károkat. Nem elég sok esetben tegyük hozzá azt sem, hogy csak úgymond szennyező, hanem sok esetben mérgező folyadékokról, mert ezt már szerintem víznek se feltétlenül lehet nevezni ilyenkor már.
Valószínű, hogy vannak azok a biztonsági, meg óvintézkedések, tudod, egyetemek, biztonsági dolgok, amely által az ember úgy, ahogy tényleg biztonságban érezheti magát. Én nem szívesen mennék le, még védőruhában se ilyen helyekre, viszont a top első mindenkoron legvacakabbnak kikiáltott szakma a nemzetközi listánk szerint az tényleg durva. Törvényszéki etomológusról van. Entomológusról van szó, persze. Igen, tehát ennek a szakembernek az a feladata, nemes egyszerűsége, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy tulajdonképpen ül és nézi a tetemeket, és azt vizsgálja, hogy a minden nemű élősködők, meg csúszómászók, meg mindenfélék hogyan fejlődnek ki az elhunyt testén. Igen, ez tulajdonképpen azért fontos, nem csak törvényszéki szempontból, de kriminalisztikai szempontból is fontos, az az igazság. Láttátok már azt a filmet, amikor megállapítják, hogy mióta van ott az a valami, és milyen rég történt meg az eset. Hát ezeknek a dolgoknak a teljes matematikai biztonsággal, vagy a pontossággal való kiszámításáért nagyon fontos ezekkel tisztában lennünk. Amikor nem nagyon szerepel ez az óvodai kívánságlistán, szerintem, amikor megkérdezi a csoporttól a néni, az óvónéni, hogy mi akarsz tenni, fiam, a nagy leszel, hát a kriminalisztikai entomológus úgy valahogy nem szokott. Még a búvár előfordul, meg az asztronauta is valamilyen szinten, gondolom a gyerekek listáján az ott van, de ez a fajta nekifeszülés még a gyerekkor nem nagyon látszik, hogy ne, hát ebből a gyerekből meglássátok, olyan jó kis entomológus lesz. Ezt sem halljuk sokszor családi ebédnél. Nem. Olyannyira, hogy számomra mindez ideig a fogalom is ismeretlen volt. Halleluja, hát ha így is marad, megpróbálom nagyon gyorsan shift delete-elni ezt a gondolatot. Igen, akkor menjünk el most jó más irányba. Menjünk? Ahol jó? A jó munka. Te Endre. Hát tudod, mi lenne számomra az ideális munka? Csak soha senki még meg nem keresett ezzel, de ha van ismerősötök, akkor én például szívesen lennék előolvasó. Aha. Tehát azért fizessenek. De nekem nem kell ilyen javítgatni, szerkezgetni. Aha. Ez meg az. Csak úgy simán, tehát úgy, ahogy vannak a játéktesztelők, tudod, a számítógépes játékoknál, hogy semmi más nem csinálnak, csak még a megjelenés előtt, vagy még a fejlesztés folyamatában leültetik őket, és játszanak, és tesztelgetnek. Aha. És küldenek egy ilyen feedbacket, hogy na akkor mi volt vagány, vagy itt ezt kellene javítani, módosítani. Én ugyanezt szeretném csak olvasás kapcsán. Hogy én kelljen olvassak egész áldott nap, és kelljen küldjek majd egy feedbacket, hogy ez szerintem jó-e, nem-e, esetleg hol lehetne felpörgetni a cselekményt ennek a sorozatnak. Talán már a 93. része tényleg nem kell, mert kár az utolsó bőrt is lehúzni az adott témáról, vagy főhősökről. Ha ezért megfizetne engem valaki érdembe, Van ilyen munka egyébként, elképzelem, hogy van. Azok, akik például a különböző nézettségi listákat elemzik és értelmezik, és még a forgatókönyv is előttük van, meghoznak döntéseket. Bizony, legyen az egy Netflix, vagy HBO, vagy akármelyik más nagy gyártóház. Vannak, akik tényleg megfizetnek ezért a dologért. Nem egy egyszerű dolog szerintem oda bekerülni, az viszont egyértelmű, hogy van pénz benne, hogy meg vannak fizetve. Tudod, miről tudom biztosan, hogy van, és nem is olyan rég hallottam róla, vannak az úgynevezett címkézők, Netflix, HBO, nem tudom mi van még, Disney Channel, hogy mondjuk néhány, vagy Disney Plus, igen, az internetes változata, hogy náluk az a, vagy nekik az a feladatuk, és ez a munkakör egyébként kicsit monoton, de baromi jól megvan állítólag fizetve, semmi más dolguk nincs, csak hogy ezeket a kis címkéket, keresőszavakat, kulcsszavakat, ez meg az adott filmek, sorozatok kapcsán ugye jelölik. Tehát egyrészt jól tudjuk, hogyha rákeresel akár simán, nem tudom, az HBO-gon vagy a Netflixen is egy kulcsszóra, egy számra, egy bármire, akkor kiad millió változatot ott szépen egymás alatt. Na hát ez nem magától működik így, ezt tegyük le az asztalra, tényleg, tehát ülsz egész nap, megnézed a kis sorozat részt, és beírod azt a 3-4 kulcsszót, ami szerinted odaillő vagy odavaló. Biztos ezt is meg lehet unni, de legjobb forrásaim szerint olyan fizetést kapsz, hogy nem unod meg, ha akarod, akkor sem. És mi van, hogyha a címkézők szakszervezete sztrájkot hirdet? Akkor szerintem lazán keresnek valaki mást. Igen. A címkézők helyett, mert mondom, itt olyan pénzekről van szó, nem akarok számot mondani, mert nem is emlékszem konkrétan, de úgy az ember áll a leesik, hogy komolyan ülsz egy asztal mellett, nézegeted a sorozatokat, beírsz 3-4 kulcsszót, és ennyit fizetnek érte? Igen, igen, vannak a szerencsések. No, de van itt egy szó szerint álommunka. Igen, a másik szerencsés. Ez azért álló munka, mert az alvással kapcsolatos. Azaz, valakinek az a munkája, hogy professzionális alvó.
Igen. Ez teljesen rendben van, ez egyébként egy 2013-os sztori még. Akkoriban egy finn szálloda hirdette meg ezt a pozíciót. A szerencsés jelentkezőnek annyit kellett tenni, hogy 35 napra beköltözött a szállodába, az volt a munkája, hogy jókat aludjon, majd pedig a tapasztalatairól kellett egy blogot is vezetni. Hát nem csoda, hogy túl jelentkezés volt, amikor ezt a posztot meghirdették. Azóta nincsen újra kiírva, pedig lennének sokan jelentkezők. Egyébként itt emellett szárnyként vagy ugyanaz a gondolat, ahol matracokat vagy párnákat tesztelnek. Ott is szerintem csak úgy lehet, mint a puding próbája, hogy igen. Ha fogy, ha lehet aludni rajta, akkor jó véleményt kapnak azok a bizonyos termékek. Igen, tehát a mindenkori professzionális alvóknak semmi egyéb dolga nincs, csak hogy teszteljék az ágyat, a matracot, a párnát, az ágyneműt esetenként. Hát tényleg a szószoros értelmében álommelú, és hogy érezzétek, hogy tényleg egy komoly dologról van szó, annyira komoly, hogy például NASA-ék is megcsinálták ezt valamikor, szintén ilyen 2013 környékén, 18 000 dollárt fizettek azoknak az önkénteseknek, akik 70 napig egyetlen egy ágyban feküdtek. Ja. Tehát, hogy az volt, mondjuk az már durva, 70 napig én nem tudom, hogy bírnám-e folyamatosan feküdni, meg hát ott felfekvések, meg minden más is szóval. Én székely férfibor vagyok, én megbírnám. Megbírkozol a feladat? Ha van férfi a világon, aki neki megy ennek a feladatnak, és csak azért is kibírja, lehet, hogy azért a 69. nap az nehéz lenne, attól függ, milyen a társaság. Főleg igen, hogyha egyrészt ezt akartam mondani, hogy tálcán hozzák a reggelit, az ebédet és a vacsorát, másrészt néha esetleg társaság is adódik a professzionális alvásod közepette. Apropó társaság. Apropó ágy meg matrac, az egyik nagy kedvencem, ha hiszitek, hanem van olyan munka, hogy matrac ugráló. Na ez látod szintén, hát ha nem is álommeló, de hát ki ne szeretett volna gyerekkorában ugrabugrálni az ágyon, a seszlongon, és bár tény, hogy akkor nem ilyen memóriaszivacsos, hoho, fancy dolgokról beszéltünk, hanem rugós ágyakról, az legalább jól fájt, de imádtunk ugrálni, tehát a trambulint kellő módon helyettesítettem. Most képzeljétek el azt a felállást, amikor felnőtt korotokban ezért fizetgetnek, hogy ott ugrálgassatok a matracokon. Van nekünk egy szakemberünk, egyébként egy San Francisco-i matracgyárról van szó, és azt mondja, hogy ezt a munkát is lehet rendesen végezni, és el is lehet rontani. Ó, hát persze, mint minden munkát. Igen. Ez a hogy ugrálsz már ott a matracon, fiam, nem látod, hogy másképp kéne ugrálni. Tehát jó, persze, biztos vagyok benne, hogy ennek is megvan a szakmai titka, meg minden hájjal megkent matracugrálónak is nehéz lenni, és ezt szívvel lélekkel végezni napi 8 órában, de átlagos fizetést kap ilyen 15-20 dollárt óránként, mert egyébként az összeszerelős, szerintem inkább a szétszerelős kategóriába esik, ha engem kérdezel. Szóval megvan fizetve, de nem olyan nagyon-nagyon rendesen. Mindenképp szeretni kell ezt is. Hát te itt azt olvasom, hogy 3 matracot kell naponta teszteljen az említett szakember, darabját 2750 dollárért. Uh-huh. Most itt órabér ide vagy oda, hogyha én egyet ugrabugrálni kell matracon, nekem lazán azért kifizetnének 2750 dollárt, nem mondanám, hogy vigyék haza, fihá, nem kell. Tehát most gondolj bele ezt, akkor így 3-mal megszorozva per nap, és az csak egyetlen munkanap, és mondjuk van 5 munkanapod a héten, meg lehetne élni ebből a hivatásos matracugrálásból, az is egyértelmű. Bár számomra még mindig apropó jó megélés, a világ egyik legmegúszósabb, legkényelmesebb munkája az a soron következő. Kérlek szépen, hivatásos babanév tanácsadónak is el lehet menni. Amennyiben akad a földgolyóbison egy olyan pár, aki még nem tudta érdemben eldönteni, hogy hogyan és miként is nevezzék ugye az éppen úton lévő, születésben lévő apró babócát, akkor el lehet menni hivatásos tanácsadóként néhány jó tippet, ötletet adni. Nálunk ez egyébként ki van váltva, ez a szakma. Tehát nálunk azért nincs erre még nagyon piac, vagy nincs piac is, mert ez egyébként jó és rossz indulatú nagynénik és mindenki más, a család idősebb anyós tagjai. Anyós és apus. Igen, ők ezt rendszerint bevállalják ingyen és bérmentve, de annál több fejfájást okozva ezt a dolgot. Sőt, igazából itt nem, nálunk nem is babanév tanácsadóként működik ez a rokonságon belül ingyenesen, hanem ez nálunk utólagos véleményezőként. Tehát amikor már megvan a döntés, sőt már a templomi keresztelőn is túl vagyunk, na akkor jönnek a kérdések, hogy nem lett volna mégis jobb inkább a Zsótika. Teszi fel valaki az ártatlan kérdést egy húsleves mellett, jó, ti hogy vagytok ezekkel a szakmákkal, ilyesmit láttatok-e, vagy van-e számotokra elképzelhető álommeló, vagy van-e olyan mondjuk az csúnya, koszos, piszkos meló, amit elvállalnátok, van-e az a pénz? Ez a végső kérdés. 0726 71 99 66, ide is persze Facebookra is írhattok még mindig nekünk. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály.
Ebben az órában szó volt már a világ legvacakabb munkahelyeiről, beszéltünk a legjobb, vagy nem is a legjobb szó rá, hanem a legkényelmesebb munkalehetőségekről is, de lévén, hogy érkezett hozzászólás, kicsit visszautalunk a korábbi témánkhoz, ugye, hogy ezt a rekkenő hőséget különböző munkakörökben milyen nehéz esetenként átviselni. Egy névtelen hallgató írt nekünk üzenetet, kérjük, hogy dobjon egy SMS-t a nevével is. Azt írja, hogy óvatosan említem még a nagy hőségben a szakácsok, meg a konyhán dolgozók helyzetét is. És nagyon igaza van, talán itt egy kicsit köthető a vacak munkahelyhez, akár ez is, hogy melegben, főleg amikor odakint is ilyen 36-37 fokok vannak konyhán dolgozni, hát ha nem is vacak, mert mondjuk valaki tényleg szereti a hivatását, de tény, hogy akár az elviselhetetlen határait is tudja súrolni. Igen, főleg akik mondjuk akár ilyen folyton meleg, hát mondjuk pékis asszonyok, péklegények a kemence mellett, pizzasütők. Ott nem csak az, hogy ugye szünetre mész, hogy egy kicsit lehűsül, a szünetben pedig kimész a hátsó utcába, még nagyobb meleg van, mint a kemencénél, szóval ott én nem tudom, hogy hova lehet megszökni, elszabadulni. Lehet ott a munkaidő csökkentése tényleg az, ami megoldás lehet. Igen, meg hát arra gondolok, hogy tudod, nem csak olyan helyen, ahol ilyen szabad tüzelésű kemencékkel dolgoznak például, hanem azért egy átlag konyhán is, bármelyik erdélyi étteremre gondolunk azért. Én amikor oda teszem odahaza dinsztelni a hagymát, az egyrészt illatok tekintetében, másrészt azért hőség tekintetében, egy laza februári napon is jelent valamit, hát akkor, hogyha ez konyhai, hivatásos konyhai közegben még intenzívebben, még sűrűbben, folyamatosan ugye, le az összes kalapokkal, és mindenképp tényleg kitartást a konyhán dolgozóknak, nagyon-nagyon jó helyre tapintott a hallgató. Na de visszakanyarodva egy kicsit még a kényelmes munkakörökhöz, na hát egy konyhai kisegítőhöz képest valószínű, hogy egy fokkal jobban jár az, aki, ha hiszed, ha nem Endre, körömlak elnevező szakemberként dolgozik, mert hogy ilyen szakma is van, semmi egyéb dolgod nincsen, csak az, hogy mikor legyártják az X színű, nem tudom milyen típusú körömlakokat, akkor valami nagyon kreatív nevet kell kitaláljál neki, és akkor hadd idézzem szó szerint, ilyen remek művek születnek meg, hogy te vagy a jövő, vagy ne várj alkos, vagy esőcsepp várakozások. Ilyen nevű körömlakok léteznek, tehát én se vagyok témában jártas, látszik, de aztán ez, aztán is, ha hiszitek, hanem 12 árnyalatos kollekciós körömlak elnevezés, és körülbelül 6-8 órába telik. Tehát ez egy full munkaidős program tud lenni. Így van, és közben csak az agyadat kell jártasod. Az a jó egyébként, és leírják itt a körömlakgyártó cég munkatársai, hogy ahhoz, hogy teljesen ihletettek legyenek egy-egy ilyen elnevezési szeánsz végviteléhez, ahhoz rá kell készülni, kérem szépen, minden szakmának megvan a nehéz oldala is. Ennek is megvan, inspirációs utazásokat tesznek a cég költségére. Törnyű. Amikor is nyitott szemmel és mondjuk az ilyen teljesen nyitott könyvszerű lélekkel beutaznak itt-ott helyek, és akkor ilyen dolgok jönnek ötletként rá, mint például az esőcsepp várakozások. És ez egy szakma, igen. Ezért fizetnek, hát bravo. És megutaztatnak? Hogy igen. Van egy logisztikai kérdése, nem fér bele az agyaba, hogy el lehet megoldani. Tehát ugye egy 12 darabos kollekcióról, körömlak kollekcióról beszélünk. Nekem, ha 6-szor újra számolom, akkor is csak 10 ujjam van, ergo 10 körmön van a két kezemen. Hol a Manóban tesztelik a maradék kettőt, a nagy lábujkákon? Elképzelhető, hogy bevonnak több mint egy embert. Ja. És akkor már is. Nem egy embernek a dubái útját fizetik, igen, ki, hogy tudjon ihletődni, hanem mondjuk 12-nek, és akkor igen, kollekciónként ott minden szín kap egy ember. Így van, az is lehet akár, vagy pedig az van, hogy még megvan már a 10 körömre a fantázia név, már eljutottak arról, hogy baby panda böffentés. Ugye ez a 10. Ha engem hívnának meg egy ilyen munkahelyre, ilyenek is születnének, ugye? Én megsúgom neked, hogy nem lenne hosszantartó a te munkát. Tehát ilyen névvel nem vennék meg egy körömlakot se. Igen, pedig azért baby panda böffent. Igen, hát itt lenne mindenféle egyéb leheletnyi, árnyalatnyi különbség ezzel kapcsolatban, de amikor úgy érzed, hogy hát megvan már a 12 árnyalatból 10 főnök, vissza kéne még egy hétre menjünk Sri Lankára, mert még 2 árnyalat névvel el vagyunk maradva, és az inspirációnkat minden használtuk. Sajnálom, de menni kell. Mindent, a munkáért minden. De tudod, ezt is. Én a biztonság kedvére azért a Bahamákra kérném ezt a bizonyos repjegyet, hogyha már úgy alakul, akkor a gyönyörű kék víz, ha egyéb nem, hát ha méltó inspirációként hat rám. Vagy elmennél egyszerre a Bahamákra és Izlandra is, akkor az volna, hogy trópusi jégcsap.
volna egy ilyen verzió. Főnök már is megírta, ugye? Nagyon. Te, Edre, én minél tovább firtatjuk a témát, annál inkább rájövök, hogy te ezekre a szakmákra tényleg egy alkalmas úriember tudnál lenni. Ha valaki úgy érzi, hogy Endrét szeretné alkalmazni, a 0726719966-os SMS számon lehet jelezni, és egyébként igen, a hozzászólásokat is ide várjuk. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.